Üdvözlök mindenkit, ez itt a football Kárcún, a mai videóban pedig a legújabb Panini FIFA 365 2022 széria XXL-es, nagyon-nagyon komoly pakját fogjuk megnézni. XXL blister kicsit komolyabb árazása, mint a sima blister, ahhoz képest azért ez méretben is komolyan eltér, de is hoztam egy kis blisztert, ez árban 1750, míg az XXL 2450, Nagyjából a mennyiség ugyanannyi limitáltak meg át a csomagok terén, viszont itt az XXL képezi a különlegességet, jóval nagyobb az XXL-nek a doboza, a kicsine. Úgyhogy ez az utolsó termék, amit így megnézünk, csomagok már voltak, kis blister már volt, meg a starter is, úgyhogy az utolsó, amit még nem láttam, az az XXL, természetesen ezek után is bontunk majd update-et, meg minden háborúzunk, minden lesz itt, de nézzük meg, hogy ebbe mi rejlik már bontom is, jó lenne valami király xx nyitni, mint például magyarokat. Na valami ilyenre gondoltam. Kovács Dániel személye jelenti itt az első magyar nagy xx limitere. Nézzük akkor meg ezeket. Fantasztikus a csillogás, kicsit más. Ugye, nem ilyen panini feliratok vannak, hanem ilyen paralell, ilyen szép színes mol fehérvár. Nagyon jól néz ki. Nem tudom, hogy ki fog-e férni itt minden szendre, de megpróbáljuk. Egyenlőre kifér a kovácslapunk, majd utána Soltész Dominika következő. Azt figyel, Debrecenes. Na van egy Fehérvár meg egy Debrecen játékos is most már. Örületesen jól néznek ki ezek az XXL kártyák. Ezt a kettőt akkor félre rakjuk, mind a kettő támadó lesz. Jó van, volt itt középpálya, kapus, és akkor két támadó. Nézzük már a pakokat, és mondjuk az első pak után megnézzünk egy limitedet. Csak hogy legyen egy kis izgalom, 20 csomagonként van a rérkártya, a gold pedig 5, úgyhogy ezekre elvileg nagyon-nagyon kevés az esély ebből a rövid kis pack openingből, de bármi lehet, bármi lehet. Nézzük, egyből, egy Edin majd utána van itt nekünk egy Lionos, majd egy Dortmund, egy Atlético Madrid, egy Sáktár Donyack, és még egy Sáktáros. Meg is van az adott kártyamennyiség, kettő darab csillogós lappal nézzük, akkor a következő XX-elt támadó vajon? Az komoly Erling Haaland! Hát ennél nagyobb ágyú nem is lehetett volna, mint egy Haaland limitált lap. Egyáltalán nem fér ki, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz túl hangos, de emelünk egy picit az áványon, mert erre nem készültem, hogy itt nem fognak kiférni ezek az XXL-ek, pedig ez történik, gyönyörűen néznek ki. Na, azt sajnálom, hogy ilyen kis tartót nem kaptunk hozzá, mint a kikofhoz. Nézzük akkor a következő kis pakkot, széthúzom középen. Ebben van egy Chelsea-s Saul, majd utána egy Dusan Tadic, de szépen néz ki, Captain kártya. Ez az egyetlen olyan kártya, amire azt mondom, hogy igen, ez sokkal közebb került a játékos, nem látszik a labda, a lába, Szóval ez jól meg lett csinálva, de a többi lap az nagyon hasonlít ugye a simára. Valverde, Rocsá, Fred, illetve egy Arturo Vidal, úgyhogy jöjjön előre. Ez a jó kis kepténlap. Nézzük akkor a másikat, kíváncsiak, hogy ez is valami sztár lesz-e. Támadó, igen, igen, igen. Háromszoros, igen. Cristiano Ronaldo. Na, hogy óriási nagy sztár. Hát most tele vagyunk mindenféle jóságokkal. Hálánd Ronaldo, egy Fehérvár és egy Debrecen. Ez komoly, mindenből nyitottunk, amiből kell. És még egy Saul. Egy dobozon belül van egy duplázás. Nagyon kellemetlen. Sergio Busquets kapitány Florenzi, Shakiri, Zie, Musiala. Nem volt egy óriási nyitás a sima pakokból, viszont, viszont az xxl ami miatt igazán megéri ez a nagy doboz, nem a sima csomagok miatt, hanem ezek a limitáltak, ahol más, máshol ezt nem tud beszerezni, na mondjuk ki, ez így nagyon király volt ez a bontás, ez így nekem kifejezetten tetszett, hogy ilyenek jöttek. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet, legközelebb megyünk tovább, valami jósággal, Addig is iratkozzatok fel, ha nem tettétek volna még meg, és természetesen elő fogjuk még venni ezeket a jó kis update edition Az csomagokat, tervezünk vele még mindenféle jóságot. Sziasztok!